Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én Comet vagyok, és a heti újdonságok legújabb részével jelentkezem nektek, ami a szokásostól eltérően nem csütörtökön, hanem kedden lesz most egy darabig, talán 3 hétig körülbelül. A Rockstar áttette az egészet, valószínűleg az ünnepek miatt kedre, a Red Dead Online mellé, hiszen a Red Dead Online-ban is mindig keddenként van a frissítés. Most ugye 24-e csütörtök, 31-e is csütörtök, nyilván nem akartak otthonról a családdal töltött idő helyett a frissítésekkel foglalkozni, úgyhogy kedden lesz még egy darabig a heti újdonságok, erre készüljetek. Tehát 29-én találkozunk majd legközelebb a heti újdonságokban. Nézzük meg, hogy milyen helyzet a játékban a héten. Nagyon sokan kérdeztétek már hetek óta, hogy mikor lesz hol a játékban. A mai naptól kezdve van, és valószínűleg karácsony körülig lesz, aztán lehet, hogy kikapcsolják, majd szilvesztertől ismételten lesz néhány napig. Rövid kommentben le fogom írni nektek, hogy pontosan mik azok a napok, amikor lesz hol a játékban. Térjünk rá gyorsan a pénzszerzési lehetőségekre, azon belül is a time trialokra, amiket hóban csinálni eléggé fájdalmas dolog, de a rendes Land Vehicle-ös time trial a Tongva Valley, az RC Mandítós pedig a Power Station, mindegyikért 100 000 dollárt kaptok, hogyha meg tudjátok csinálni időn belül. Én próbálkoztam, és aztán rájöttem, hogy nekem erre most nincs lelki erőm és energiám, hogy ezzel kínlódjak, hogy csúszkálások közepette a hóban próbáljak időn belül beírni. Úgyhogy a videóban található RC Mandítós Time Trial egy másodpercet tovább tartott, mint az idő, ami alatt meg kellett volna csinálni. De nektek van energiátok és időtök. Nyomjátok, én ezen a héten biztos, hogy nem akarnék ezzel szórakozni. A havon kívül egyébként bekerültek az ilyen karácsonyi tartalmak, tehát ugye a kaszinóban a falon futó leden hópelyhek vannak a kaszinón belül ilyen gyémántból készült karácsonyfák, de a játék összes olyan helyszínén, ahol saját tulajdonod van, kivéve a kosatkát, abban nem találtam egyébként. Van karácsonyfátok, tehát az apartmanotokban, facilityben, arénában és a többi, tényleg az összes létező helyen, kivéve a kosatkában van saját karácsonyfátok, illetve a Legion Square-en is találtok egy nagy karácsonyfát feldíszítve. Aztán tovább a pénzszerzési lehetőségekkel, az In and Out Adversary mód továbbra is kétszeres, a múlt héten is az volt, csak elfelejtettem mondani, mert valahogy nem volt egyértelmű és sehol nem volt leírva. Ezen kívül más nincsen, tehát a time trialokon és ezen kívül nincs túl sok pénzszerzési lehetőségünk, persze a Hearthstone kívül, amit élvezhettek továbbra is. Térünk rá az akcióinkra és a belépési bónuszokra. Új járművek lettek elérhetőek a játékban. Meg lehet vásárolni már a Legendary Motorsportson az Italy RSX-et 3.465.000 dollárért, vagy hogyha kioldottátok rá a trade price-ot, akkor kicsit kevesebb, mint 2.600.000 dollárért, erről lesz majd nyilván videó, illetve a Veto Modern is megvásárolható már 995.000 dollárért, a Briozo 300 pedig teljesen ingyenesen a tietek lehet, aminek nagyon-nagyon örülök, hiszen ezt vártam az egyik legjobban a játékon belül, és most, hogy ingyenesen meg lehet szerezni. Ez tök jó, az viszont nem tudom, hogy mi a határideje annak, hogy ezt ingyenesen meg tudjátok szerezni, úgyhogy minél előbb húzzátok be, fene tudja, hogy meddig tart az akció. Ezen kívül van lehetőség a V-Wheel megszerzésére is, ugyanis a Kine Music-os küldetéseket, amiket a telefonban kaptok, ha megcsináljátok mindet, akkor English Dave odaadja nektek a saját BF V-Wheel-jét, és ezen túl még a trade price-ot is kioldjátok rá, hogyha nem lenne elég egy darab ilyen autó. Úgyhogy ez egy eléggé érdekes és izgalmas hét ajándékok szempontjából. Az akciók további részei 40%-kal olcsóbbak az Executive Office-ok, tehát a CEO irodák és az elszartozó renovation-ök, valamint 40%-kal olcsóbb a Blazer Aqua, a Rocket Voltic, a Comet SR, a Penetrator és a Tempesta, illetve a Rockstar Newswire szerint a nightclubok is, ezt nem találtam meg, tehát szerintem ez véletlenszerűen lett odaírva, a nightclubok nem olcsóbbak, de lehet, hogy majd azok lesznek. Végre elérhető a Music Locker Radio, illetve a Steel Sleeping Los Santos is egész San Andreas szerte, hogyha visszakapcsoltátok az antennákat, illetve a Music Lockerben most már a Palm Tracks, illetve a Kine Music is tud lenni. Nekem egyelőre még mindig Moody Man van, nem tudom, hogy ez mitől függ a játékban, de mindegy is, és a végén, az akciók végén elmondanám, hogy a Prime Gaming-es akciók a következők. Ingyenesen kaptok a kosatkába egy Sonar Station, hogyha Prime Gaming-esek vagytok. Egy Sentinel Classicot is teljesen ingyen kaptok, illetve az Italy GTB, az Italy GTB Custom, és a Night Shark 80%-kal olcsóbb. Már csak egy dolog van hátra, ha minden igaz, a pódium járművünk, ami nem más ezen a héten, mint a Tyrus. Ez a két személyes szuperautó, a Legendary Motorsportson 2.550.000 dollár az ára, de ingyen tudjátok kipörgetni ezen a héten.
hogyha szerencsétek van. Ehhez mindenkinek nagyon sok sikert kívánok, kellemes karácsi ünnepeket, remélem, hogy meghozta a játék egy picit a Christmas vibe-otokat, ezzel a sok ajándékkal, hóval, karácsonyfákkal és egész hangulattal. Hogyha tetszett a videó és szeretnétek segíteni nekem jó viszont kialakítani, a YouTube algoritmusával nyomjatok egy lájkot. Nem sokára találkozunk, srácok, egy újabb videóban vagy livestreamben. Gomet voltam. Sziasztok!